Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Bíztatom Önöket, jöjjenek nyugodtan közelebb. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket, a Jankai Gyűjtemény és Kortárs Galéria minden munkatársa, valamint a magam nevében is. Megint egy kiállítás megnyitón vagyunk, és a galéria életében egy-egy megnyitó mindig egy érdekes fénypont, egy új, hogy mondjam, kezdet gyakorlatilag. A mai is egy ilyen érdekes fénypont, egy új kezdet, hiszen nem más munkáit láthatjuk itt ma, mint Bereznai Péter, Munkácsi díjas festő, a Múló idő állandósága címmel megrendezett kiállítását. Ez a kiállítás, minden kiállítás érdekes, de ez a mai kiállítás is különös pontokat övez, különös érzéseket kelthet, hiszen ez a kiállítás metszetpont a bizánci és a keleti kultúra között. De úgy gondolom, hogy nem az én tisztem, hogy mindenről beszéljek, ezért szeretném felkérni Szilágyi András művészeti írót, filozófust, költőt, hogy nyissa meg ezt a szép kiállítást. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves jelenlévők! Engedjék meg, hogy Bereznai Péter festőművész kiállításának megnyitását egy bennem versként megfogalmazó metafizikai élmény felidézésével kezdjem. Hol nappal, hol éjszaka, feszül bennem egy végtelen híd, visszhangtalan. A Jankai Kortárs Galériában most bemutatott újabb forrásmunkák a kamara jelleg ellenére régen várt lehetőséget teremtenek arra, hogy a Munkácsi díjjal is elismert alkotóidőszak változásainak szellemi vízvel és nyomvonalán haladjunk. Hiszen egy-egy kép észleljünk benne bármi sokat, nem mondhat önmagában eleget. Az érzékeny személyiség karakterű fiatalember számára a betűtestek és a szöveghasábok lépték és arányrendszere, mint egy változó alakzatú kép jelent meg, amit a békéscsabai nyomdaipari szakközépiskola nem csupán megerősített, hanem változtatott, alakított is. De ami a képzőművészeti szempontból fontosabb, hogy a kifejezés művészi lehetőséget kereső nemzedék tagjaival együtt egy elzárt, illetve a vasfüggönyön keresztül átjutott képzőművészeti előképek eredetiségét kutatta. A 60-as, 70-es években a csabai másként gondolkodók valóságos lámpásként világítottak be a porlepte utakat, a Kádár korszak szürke hétköznapjait. Közöttük volt Mokos József erkölcsi lelki tisztasága, aki a művészet szentélyévé tette a Bereznai által is látogatott szabadiskolát, de köztük volt Gazsi Endre rajztanár is, aki rendhagyó iskolai óráin a modern művészet kubista kockáját pörgette. A váltás 1971-72 nyarán történt, amikor Bereznai Péter az Eregényi Szőnyi István szabadiskola hallgatója lett, ekkor tudatosult felismerésé vált benne az avantgárd szemlélet, illetve ennek a tartalomnak a saját életével összefüggő vállalás alkotói fontossága. Úgynevezett dadaista alapállásból kiindulva részt vett a Galántai György nevében filmjelzett balatonboglári kápolnatárlatokon is. Így amikor Bereznai Péter alig 20 évesen a Trianon utáni képzőművészet fellegvárába Szentendrére költözött, a szabad képzőművészeti válasz személyes vágyának engedett. Vallomása szerint keresett és vállalt módon vidékről vidékre költözött. Egyszerűen fogalmazva festő akar lenni, és fiatalon úgy látta, úgy gondolta, hogy Magyarországon a szentendrei művészet a leginkább európai. Természetesen, amit Bereznai Péter szentendrei festészetnek nevezett, az nem a művészterek nagybányai kiterjesztésű konzervatív szárnyát, hanem elsősorban modern művészet Kordis Dezső, Barcsai Jenő, Bálint Endre és az ősoros Deimpál művészetének esztétikai minőségét és emberközeli példáját jelentette. A vonzáson túl a választás számára mégis, vagy ennek ellenére az 1970-ben megalakult Vajda Lajos stúdió szemlélete volt, az Aknai János, Felugosi László, Elzámbó István, Bukta Imre és Vahon András által artikulált ellenkulturális attitűd és életszemlélet. A békéstályi képzeti folyamataiban az egyes életművek különbözőség ellenére egy jellegadó párhuzamoság azért megfigyelhető. Az új dadaizmus, az új szürrealizmus, az árkült jelleg áthatásai között. Nevezhetném ezt akár kívülálló, kitaszított művészetnek is, mert az alkotók számára sosem vált elsődlegessé az esztétikai motiváció. Elsősorban az esztétikum határán innen és túllévő csúf, az elrajzolt formák kivetülő színeinek személyes feltárultsága volt számukra maga a szépség, a művészet. Ez a nyers barbár őserő,
Ez az igazságkereső eszpészi szenvedély kimutatható volt Várvéti János, Hóló Hobel László, Penyesko László, Gubis Mihály, Bai Miklós Zoltán, és nem utolsó sorban Bereznai Péter művészetében is. Ennek esztétikai értéke éppen a rokonítható szabálytalanságában, illetve veszélyes ellentéteiben is nyers jellegadó voltában rejlett. Ez a viharos szemlélet irányzat olyan önkiteljesítő szabad művészeti folyamattá, valóságos áramlássá vált az idők folyamán, amely nem csupán a hét társadalmi kiszorítottság kíméletlen korlátait, nem csak a képi kifejezési eszközök keresetlenségét, hanem a funkciót vesztett anyagok gátlástalanságát, elszegényített buhera jellegét is képes volt művészeti transzponálni. A professzionális művész intézményi státusza volt idegen tőlük, sőt a képzőzettel foglalkozás tulajdonképpen a szabad önkifejezés, nem ritkán az élettől elválasztatlan önterápiának tekintették. De nem csupán önmagában, önmaguk kedvéért, hanem egyrészt az ellenkulturális társadalmkritikai attitűd megnyilvánulásaként, másrészt metafizikai, szakrális tartalmak megnyilvánuló igazságainak eszközeként is értelmezték művészetüket. Különösen fontos következtetés, hogy szakmailag elismert, következetes alkotómunkájuk és nem hivatalosnak minősített intézményes képzési előjogok alapján tekinthetjük őket alkotó művészeknek. Mindez azért fontos elmondani, mert Bereznai Péter képzőművész területét is a helyben fakadt forrás ellenkulturális magatartása határozta meg. Az első jellegadó 1970 és 80 közötti időszak a Vajdalajú stúdió szellemiségéből rokonítható ironikus, dadaista művek korszakaként jellemezhető. A fenti korszaka nem formált, hanem a kiegészített és szimulált tárgyak, tárgykombinációk összeállítására, konfigurálására épült. A második 1980 és 80 közötti úgynevezett madaras korszakban már egy olyan társadalomkritikai attitű tapasztalata érzékelhető, amelyben a szürreális, absztrakt és az új tárgyasság felől törekvő konstruktivista jelleg válik meghatározóvá. Eredete a kubista kollázs applikációjához, a dada tárgyegyütteséhez, de nem utolsó sorban a szürrealisták talált tárgyaihoz nyúlik vissza. Az áthatások itt is különösen fontosak, hiszen a 70-es évektől egészen korunkig a jellegadó párhuzamosság figyelhető meg a filozófikus szellemi és nyíltan vagy rejtetten politizáló konceptuális objektművészet között. Az úgynevezett 1983 és 89 közötti harmadik időszak, amely a rejtőzködés, a védekezés kultikuségeit hordozza, ez már átvezet a szentendrei konstruktív hagyományok az ikonográfiai képalkotás szellemterébe, ahol a mágikus mértani formák ikon jellege egyre meghatározóbbá válik. Az ideális jelleg beillesztése mellett a különböző kultúrák kultikus szimbólumait is alkalmazta, amelyben az expresszív gesztuserői benyomások vadszínei már alárendelődött a kép törvényszerűségeihez, rituális szertartásokat is idézve. Ennek ellenére, vagy ennek eredményeképpen a korszak színeiben és faktúráiban gazdag érzéki töredékvilág nem talál megnyugtató bizonyosságot. A színskála hiánya és a formák belső arányai kerültek előtérbe. Ez az alkotói kihívás a képi jel széthullásának, a gondolat értelembe vett képfogalom szétesésének korszaka. Vagyis az alkotói kérdés, illetve felvetés újabb kihívása a képfogalom térkiterjesztő kontúrjai, geometriai színformái milyen szellemi tartalmak mentén szerveződjenek. A váltás folyamata nem csupán egyre összetettebb, hanem egyre radikálisabb felvetésű is. Az 1990-től fokozatosan kialakuló fekete képek mindmáig tartó időszaka elkülönült ciklusukra vonható. Bereznai Péter arcpiktúrája szerint reménytelenül hiányzik életünkből a festeni, építeni és halni tudás áldozata. Itt a fekete szín alkalmazásának nincs semmiféle konvencionális gyász jellege. Sokkal inkább a saját korunkat jellemző színhiányra, a totális felcserélhetőség kultúrájára utal, amelyben a tegnapi kivégzők és áldozatok is keverednek. Itt az áldozatok hitéből épített torony, ott a kiállítási teret megtöltő képáru, aminek egyetlen materializálható célja van, a különféle piacokat mindenáron kielégítő megfelelés. Bereznai tehát vizualis teremtelében a múlt úgy válik élővé, hogy az emberi áldozat a lét értelme, ami az alkotó esetében csupán a hiteles mű lehet. A halvány fekete, a naprajz, de a legújabb szvasztika ciklusban is a képtárgy, illetve jártárgy kozmikus értelmezését követhetjük nyomon. Ennek a művészi problémának a megoldása jól nyoma követhető, de az új kép kontextusában nem csupán a teljes egész, hanem az egy egység értelmezés és meghatározóvá válik,
kiemelve, hogy ebben a képvilágban még a keret is a műszerves része. Vagyis nem esetleges tartozékról, hanem olyan kompozíciós elemről, olyan megkomponált tiszta visszatérő képjelről van szó, amely a ciklusokra bontott is, de egységes egész. A múló idő állandósága címmel kiállított ciklusokban is csak látszólag változtak a szellemi alapvetése, de a jelkép kiterjesztése, áthatása módosult. Joggal vetődhet fel a kérdés, mit is értünk ezen. A kiállított művek a szvasztikához vezetnek bennünket, és talán a jelenlévők előtt is kevésbé ismert, hogy a szvasztika az ősi Ararát tövében fakadó négy szent folyó arhaikus jele. Pontosabban a szvasztika az emberiség aranykora után vált szent jelképpé, és az egykor volt boldog időszakra, az isteni teremtésre, az úgynevezett Éden területről a világ négy tája felé kisugárzó rendre, a teremtés kultúrájára emlékeztet bennünket. Az itt látható 2x4 és 2x8 képből álló képciklus az arhaikus mitoszok feltétlen igazsága és a keresztény kultúra közötti átjárás meghatározottságait követi. Itt a jelenlévő alkotói tett egységlogikai szerkezete nem csupán a háromszög alakzatra, hanem a térbe kifutó négy irány viszonyára, a szakrális kereszteződésére, áthatásaira épül. A háromszög alakzat, vagyis a három az egy, illetve az egy a három szakrális geometriai képe, az Atya, az üresség, a Fiú, a személy, a Szentlélek, mint a tiszta fény egyidejűségét jelképezi. De hatásmechanizmusában éppen a geometriai forma feszültség adó ereje az, amely a fekete fényerű formájában szellemi igazságot is közvetít. Berezdai vizualis teremtere Hamvas Béla a létértelmezésére reflektál, ahol a mindent átható fekete a tulajdonképpeni fehér fény hiányát, vagyis a személyes üresség hiányát, a kialakuló civilizáció személytelenségét jelenti. Berezdai ezzel a tulajdonképpeni bennefoglalással olyan szakrális jellegű ikonokat alkot, amely a teremtő logosz képmása akar lenni. A logosz, mint a teremtő arhaikus jel, itt olyan állandósult időforma, amelyben a képfogalmi relációk jelképeit idéző. Ez a logosz ciklus a 2x4 és 2x8 képből álló műcsoportja, egy-egy egységben fogott jelrendszer kibontása olyan ikonosztázt alkot, amely a múló idő állandóságának letisztult színformája. Ebben a képi relációban a bizánci kereszténység aranyszínformával kiemelt történeti meghatározottságának és kiemelt szerep jut. Egyfelől a geometriai ősformák szakrálisra váló konceptusai, másfelől a benne felismert számosság szabályszerűségét követhetjük nyomon. Az egy egész arhaikus motivumaiból az egymásba szerveződő gomolygó faktúrák fedő és fedett színformák élő és történeti rétegeivel, illetve annak képfogalmának keretben tartásával szervesíti a jelenidejű múltat a jelenidejű jövő felé. Ez a szellemi folytonosság tulajdonképpen a hit kiterjesztése. A teremtés ikon négy elemében a történet előtti múlt, a szakrális hármasságban pedig az ember és a természet, az ember és az Isten és a természet egysége szólal meg. Ebben a képi térben ábrázolt transzcendens valóság érzékfeletti, nem anyagi, de természetesen ez nem azt jelenti, hogy az értelemmel fel nem fogható. Éppen ellenkezőleg túlsúlyos érzékelés értelmével a logosszal foghatjuk fel azt a transzcendens kisugárzást, ami a tiszta tárgynélküliség tapasztalatára épül. Végezetül levonható a következtetés. Az ellenkulturális kihívásokkal szembenéző Bereznai Péter pályaíve a szentendrei festészeten belül azokhoz a festőkhöz kapcsolódott, akik teológiai, illetve filozófiai dimenziókban egy belső világként élik meg a geometria arányrendszer ikon jellegét. Remélhetőleg a kiállított képciklusok felnyitják magába záró tudatunk kapuját, miként a bennem az újra és újra visszhangzó vers sorainak titkát, hol nappal, hol éjszaka, feszül bennem egy végtelen híd, visszhangtalan, visszhangtalan. Végül, de nem utolsóban engedjék meg, hogy szívből gratulálják az alkotónak, és további sikeres alkotónak. Köszönöm a figyelmet és a türelmüket.